Hiába hangoztatja a kormány, hogy energiaválság van, a kormánypárti képviselők mégis lesöpörték az asztalról azt a javaslatot, amely ismét lehetővé tenni a szélerőművek építését, állítja Brenner Koloman, a stúdióban a Jobbik országgyűlési képviselője. Aki a parlamentből érkezett, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk, és akkor ma már ez egy ilyen állandó kérdés lesz szinte minden vendéghez. Ugye itt volt Márki-Zay Péter is az előbb, Szabó Tímeát is kérdeztem, mi értelme a parlamenti politizálásnak, hogy Márki-Zay Péter most arra szólította fel az ellenzéket, hogy bojkottálják, egyébként Hatházi Ákos miatt. Én azt gondolom, hogy nem változott a helyzet abból a szempontból, hogy az április 3-ai választás eredményeiből természetesen le kell vonni a tanulságokat, és le is vontuk. De azt a kevés nyilvánosságot, amit valóban az ellenzéki pártok a parlamenti munka által meg tudnak szerezni, azt nem szabadnak kidobni, és nem áll ez ellentétben azzal, hogy természetesen a házról házra járást, amit én jó magam is a sokféle választókörzetben másfél éven keresztül kőkeményen csináltam, és most is ott vannak a rendezvényeim, nemrég volt egy polgári szalom Sopronban. Tehát ez a munka és a parlamenti munka teljes mértékben összeegyeztethető. Csak sokan azt mondják, hogy ez olyan, mintha egy színházat néznénk, és van-e értelme, hiszen ön is ugye az előbb már idéztük, épp ma írja a Facebookján, hogy a jelenlegi energiaválságos idő lesöpri a fideszes többség az asztalról a gazdasági bizottság ülésén, hogy oda napirendre vegyék az önök javaslatát a szélerőművekről. Utána pedig elárulta nekem adás előtt, hogy milyen választ kapott Unger Péter Orbán Viktortól, azt, hogy hát hozzák be a parlamentben, meg lehet vitatni. Közben pedig délelőtt leszavazza a gazdasági bizottság. Nem egy színházat látunk? Nem, hiszen ez a gazdasági bizottsági ülésen is annyi elhangzott, hogy a kormányon belül is van vita, erre utalt egyébként Orbán Viktor miniszterelnök úr is. Na most, hogyha mi ugye az én határozati javaslatom, amelyet végül tartózkodommal utasított el a Fidesz, ez is hozzátartozik, ez is egy jelzés, azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen erősen utasítás volt, mint ezelőtt 2 évvel, amikor én ezt már benyújtottam, mert mi a Sopron régióban tudjuk, hogy honnan fúj a szél, északnyugati irányból és folyamatosan, tehát például ez a régió Kishalföld, de hazánk csomó régiójában igenis nagy szerepe lenne, főleg a jelenlegi energiaválságban a szélerőműveknek. Tehát van mozgás a kormány, úgy tűnik a kormány részéről is, és nekünk pont ez a felelős ellenzékiként nekünk ez a szerepünk, hogy látnivalóan például ebben az ügyben van úgy tűnik óvatos előremozdulás, de van előremozdulás. Azt el tudja árulni, hogy a gazdasági bizottságban ugye azt mondja, hogy kiderült, hogy a kormányon belül is van vita ebben a kérdésben, hogy ez a vita hol feszül? Ez nem derült ki, hogy melyik miniszter mondjuk vitatkozik melyik miniszterrel. Az viszont tény, hogy ugye az is elhangzott, hogy például a hazánknak mondjuk az energia hálózata nem tudja még jól tárolni a szélerőművekből termelt energia, mert az ugye akkor termelődik, amikor van szél. Erre én azt válaszoltam a bizottság ülésén is, hogy ez egy hamis állítás, hiszen például az Európai Unión belül pontosan az energia tárolásának teljesen modern, olyan új technológiáját fejlesztik, egy csomó dolog van, kinetikus energiától kezdve, most technikai részletekbe tényleg nem is érdemes belemenni, de van rá mód tárolni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy bűnös mulasztás, hogy 11-ben a Fidesz kvázi betiltotta, hogy új szélerőműveket telepíthessenek hazánkban, és én pont ezt a feloldást akartam elérni. Azt én elfogadom, hogy meg kell azt vizsgálni, hogy melyik régióban van ennek meg egyrészt a széljárásból fakadóan, vagy akár az egyes településképeknek a nem elrondítása szempontjából ennek helye, de igenis ennek van helye, és ráadásul az energiamixben ezt is kifejtettem, ugye felelős konzervatív pártként nem ők például atomenergia ellenesek. Ezt is elmondtam. Tehát nem arról van szó, hogy most itt rövid távon... Ha már ezt behoztáljunk is itt meg, mert a miniszterelnök ma felszólította a beszédében az ellenzéket arra, hogy támogassák egyrészt a paksi beruházásokat, az egyes üzemidejének a meghosszabbítását és Paks 2 építését. Azt mondja, nem atomenergia ellenes a Jobbik, akkor támogatják? Igen, én ezt el is mondtam, hogy mind Paks 1 meghosszabbítását, mind Paks 2 megépítését támogatjuk, de szerkeszt az, hogy nem orosz technológiával, mert az azt jelenteni, hogy az orosz technológiájú atomerőműbe csak orosz fűtelmek passzolnak bele, tehát ismét kiszolgáltatjuk hazánkat 50-80 év időtávra az orosz fűtőelemeknek, kell Paks 2, kell az olcsó atomenergia, mi véleményünk szerint, de nyugati technológiával.
A Paksegy is orosz technológiával van, tehát annak az üzemidőt meghosszabbítják. Igen, de abban már beépítettek nyugati biztonsági technológiákat is, tehát szerintem a futamidő meghosszabbítása az rendben. Tehát akkor kizárólag azért nem támogatnák, mert az oroszok építik. Ha nem az oroszok építenék, akkor támogatnák? Igen, mert azért kérdezem, szakértők szerint nem jó helyen van. Tehát, hogy egy aktív törésvonalon van, akár az oroszok építik, akár más, az ott van. Igen, ezeket az aggályokat én is hallottam, másrésztől pedig hosszú évtizedel ez működik mindenfajta komolyabb probléma nélkül. Én azt gondolom, hogy itt egy nyilvánvalóan megfelelő vizsgálatokkal ezeket a kétségeket el lehet. Utolsó dolog, és egy picit más, és vissza egy picit Márki-Zay Péterhez. Támogatja a Jobbik, hogy összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését? Ezt azért kérdezem öntől, mert hogy Jobbikos elnöke van a bizottságnak. Tud-e erről, hogy összehívja, hogy neki kell összehívni? Igen, össze fogja hívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot jövő héten a bizottság Jobbikos elnöke. Sas képviselőtársam. Azt lehet-e tudni, hogy kit elhívják-e Márki-Zay Pétert, kit hívnak-e, tud-e erről bővebben? Erről részleteket nem tudok, de azt tudom, hogy a jövő hét folyamán erre a bizottságülésre sor fog kerülni. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm, hogy itt lettem.